Köszöntöm Önöket, ez az ATV Híradó, Nemes Anna vagyok. Áradnak a nyugat-magyarországi folyók, többeket kimenekítettek, milliárdos kárt okozott a hétvégi vihar. Átlagban 60 ezerrel költenek többet a magyarok a megélhetésre havonta, mint egy évvel ezelőtt. És mindössze 5-en kezdik meg a kémia tanári szakot ősztől, nem egy intézményben, hanem az egész országban. Elhúzódó védekezésre készülnek a nyugati folyók áradása miatt a környéken élők. A Rába Szentgotthárdnál már tetőzött, de Körmend közelében több településen vannak olyan utcák, ahol csak csónakkal lehet közlekedni. Több embert kitelepítettek, de sokan inkább maradtak, annak ellenére, hogy a házukat körbevette a víz. Csákány Doroszló polgármestere azt mondta, hogy először 30 köbméter homokot, majd újabb 15-öt zsákoltak be, de végül úgy döntöttek, hogy nincs értelme homokzsákokkal védekezni, mert a vízszint ugyan kicsit csökkent, de azután megállt az apadás. Ebben a térségben 15 ház van, ahol laknak. A 15 házból 7 házból kellett kimenekíteni az embereket. Úgy döntöttem, hogy az a biztonságos. Egy ideig húztam, halasztottam, hogy mi legyen, de az ember élet a legfontosabb. Úgyhogy a 7 házból 13 főt menekítettünk ki. Volt, aki rokonokhoz, ismerősökhöz ment, de olyan is van, akit a helyi motelben helyeztek el. Aki kiköltözött, azt mondta, már nem lehetett tovább húzni az időt. Mi már pénteken kiköltöztünk, amúgy hivatalosan szombaton kellett volna elhagyni a házat. Szombat délután már nem bírták a falak, már átjött a víz, bejött a házba, 5 centis, 10 centis víz volt. A helyiek azt mondják, hogy 14 éve nem volt ekkora víz a Rábában, de attól tartanak, hogy még nincs vége. Nagyon kiszámíthatatlan, megjósolhatatlan, de nem tartom elképzelhetetlennek, hogy még a vízszint emelkedik, és még nagyobb teretet önt el a víz. Egy elhúzódó védekezésre kell felkészülnünk, hiszen ma is az látszik, hogy hosszabb ideig tart majd ez az árhullám. Ugye 2009-ben már volt egy nagyon komoly árvizit Körmenden, ahol gyorsabban levonult akkor az akkori időszakban a víz. Ezeket a felvételeket Őrtilos polgármestere készítette. A Dráva tetőzését itt vasárnapra várják, de már javában készülnek a folyó alsó szakaszán is az árhullámra. Somogy és Baranya határán, Szentborbáson is tartanak az árvíztől. Most ugye nekem van egy ismerősöm, az borgász, az 700 cm mondott, az már meg fogja haladni állítólag, ami volt 72-ben, 700 valamennyi volt a vízállás, valahogy itt 700 cm. Az osztrák vízgyűjtő területeken és a határmenti magyar területeken is folyamatosan esik az eső, ezért rekord vízszintre számítanak a következő napokban is. Egész házakat döntött romba és sodort el az áradás. Szlovéniában 3 napig tartó heves esőzés után a Miza folyó lépett ki a medréből. A hegyvidéki környékről helikopterrel mentették az embereket. A hatóságok a legmagasabb szintű vörös riasztást adták ki a rendkívüli áradások és földcsuszamlások miatt. Utak váltak járhatatlanná, amiket több vasútvonallal együtt lezártak, és csaknem 16 ezer háztartás maradt áram nélkül az ország északi térségében. Helikoptereket küld a Magyar Honvédség, hogy segítse a mentési munkálatokat Szlovéniában. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a segítségről megállapodott szlovén kollégájával. Hozzátette, hogy már tart a részletek katonai tervezése. Szlovéniában több száz embert kellett kimenteni, és jelenleg is vannak közúton megközelíthetetlen települések az országban. Milliárdos nagyságrendű károkat okozhatott a hétvégi ítéletidő. A biztosító társaságok arra számítanak, hogy még napokig érkeznek hozzájuk a bejelentések, amelyekből már eddig is sok ezret adtak be. A mentőszolgálat arról tájékoztatta híradónkat, hogy személyi sérülés nem történt a viharok során. Mintha egy trópusi vihar tombolna, pedig ezek a képsorok a Heves megyei Porosznon készültek szombat este. A 100 km/h szél tövestől csavart ki fákat, illetve szaggatott le méteres ágakat. A 3000 lakosú településen súlyosan megsérült az iskola épülete is. A tetőszerkezetet 150 négyzetméteren bontotta meg a viharos szél. Egyenesen nagy duronás. Sokáig legyört itt minden, szama szétszakadt itt, minden olyan duronás volt, hogy lehetetlen. A szomszédét ugyanúgy levitte, ugyanilyen tetőt.
Súlyos károkat kellett kezelni Hódmezővásárhelyen is. Itt is fák dőltek parkolóautókra, de az elektromos hálózat is megsérült, több vezeték leszakadt, és kidőlt villanypózna is akadt a Csongrád-Csanád megyei városban. A katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy gyakorlatilag nem volt olyan szeglete az országnak, amit ne sújtott volna vihar. Közel 2000 beavatkozásra volt szükség. A legtöbbször utakra, épületekre és autókra dőlt fákhoz hívták a tűzoltókat. 240 alkalommal pincékben, mélygarázsokban és alagsorokban összegyűlt vizet kellett kiszivattyúzniuk. 228 épületben keletkeztek károk országszerte. Noha a szombat esti vihar nem érintette kifejezetten Budapestet, a pénteki ítéletidő okozta károk felmérése és helyreállítása azóta is folyamatosan zajlik. Ahogyan láthatják, a mögöttem levő autóról sem sikerült még elvinni a ráesett súlyos ágakat. Az autóban egyébként nem ült senki, és megkeresésünkre az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy a hétvégi viharoknak csodával határos módon nem volt személyi sérültje. Csak a gőponbiztosítóhoz beérkezett kárigény elérheti az 1 milliárd forintot is. És vélhetően át is lépi majd azt, mondta híradónknak a Groupama biztosítók kommunikációs igazgatója. Szombat reggel óta folyamatosan érkeznek a bejelentések a társaságokhoz, és vélhetően még jó darabig érkezni is fognak. A biztosító 1200-al a viharkárral kapcsolatos bejelentés érkezett, de szakértőink szerint várható, hogy ez az elkező napokban az a szám tovább fog növekedni, mivel hogy ugye tegnapi nap folyamán, illetve tegnap este még azért sok vihar volt, és ugye folyamatosan ilyenkor növekednek a számok. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy akinek bármilyen kárigénye van, az mielőbb értesítse biztosítóját, amely ilyen esetekben gyakran már a bejelentés napján fizet, vagy kárelőleget biztosít ügyfeleinek. Beázott a Nemzeti Galéria épülete a hétvégi viharokban, ezért nem nyitott ki az elmúlt napokban, írja a 444.hu. A portál egyik forrása szerint komoly károk keletkezhettek az épületben, hiszen beázott a műtárgy raktár, az irodák, a WC és a folyosók. Sőt, a falakon folyó víz állítólag műtárgyakat is elért. Egy másik forrásuk pedig arról számolt be, hogy a hónap végén záró Gulácsi kiállítás képei közül is többet le kellett venni, mert folyt a víz a falakon. A 444 szerint a mostani beázás nem az első, az elmúlt években nagyobb zivatarok idején a Nemzeti Galéria rendszeresen beázott. Az intézmény hivatalosan nem erősítette meg az értesüléseket, ők váratlan technikai okokra hivatkozva magyarázzák a bezárást. Továbbra is alig van, aki ne költene többet a megélhetésre, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A KNTH felmérése szerint havi átlagban 60 ezer forinttal került több a megélhetés a tavainál. Az Ipsos közvéleménykutatásából pedig az derül ki, hogy Magyarország a legpesszimistább nemzetek között szerepel. 60 ezer forinttal költ többet a megélhetésre a magyarok több mint 90%-a minden hónapban, derül ki a KNTH felméréséből. Ezt erősítették meg a híradónknak nyilatkozók is. Az összegről azonban már különböző válaszokat kaptunk. Egy 50 ezerrel az a minimum. 30-40 ezerrel biztos rezsívkaja mindennel együtt. Bár az infláció minimális mértékben lassult a második negyedévben, ezt a 30-as, 40-es és 50-es korosztályba tartozók nem érzékelték. A fiatalok vásárlási döntéseit szintén befolyásolja az árak alakulása. Cigiből most már kevesebbet veszek, mert annak azért felment az ára. Szüleim még eltartanak, de van keresetem. A felmérésben jelentős azok aránya, akiknek 100-150 ezer forinttal is többe kerülhetnek a mindennapok. 100 ezerre többet tudnánk most úgy eltenni, de hát még mindig nagyon a békaseggén vagyunk. Sajnos nagyon nehéz még mindig spórolni. Tavaly még egy kicsit jobb volt, mint az idén. A megkérdezettek 34%-a 50 ezer forintnál alacsonyabb költségnövekedésről számolt be, 37% beszélt 50-99 ezer közötti növekedésről, még 4% nyilatkozott 150-200 ezer forintos többletkiadásról. Bot Péter Ákos szerint ebben közrejátszik az infláció is. Átalakult a fogyasztási szerkezet, emelkedett a rezsi, és nőtt a szolgáltatások ára. Azt nem érzik annyira a mindennapos gyakorlatban, mert ritkán vásárol az ember olyan terméket, olyan szolgáltatást, de azért ez is része annak a éleszivonos süllyedésnek, amit mutat a statisztika. Az első fél évben a magyar reál fogyasztás visszaesett, az éleszivonal csökkent.
Mindezek ellenére az Ipsos havonta megjelenő kutatásából az derül ki, hogy bár az EU-ban a magyar infláció kiugróan a legmagasabb, ez már nem annyira aggasztja az embereket. A közgazdász szerint az emberek alkalmazkodnak, de kezdenek kimerülni a tartalékok. A nyugdíj nem követte az árak növekedését, sok területen elmaradt a béremelés. A baj nem múlt el, de az ember alkalmazkodó képes, és mindenhez hozzá lehet valamelyes szokni, és tulajdonképpen úgy nem rázza meg a rossz hír, és ha azt látja, hogy már csak 5%-kal nő az ár, akkor tulajdonképpen azt is megélheti, hogy a viszonyok javultak. A magyarok ugyanakkor a legpesszimistábbak között szerepelnek a felmérésben. A világ átlag 62%-a szerint rossz irányba mennek a dolgok hazájukban, ez szárnyalja túl Magyarország a 83%-os adatával. A magyaroknál csak a perúiak és az argentinok borulátóbbak a vizsgált országok közül. Országosan mindössze 5 kezdik meg a kémia tanári szakot ősztől, tudta meg a Népszava, mind az 5 diák az ELTE-n tanul majd. Több nagy egyetemen egyáltalán nem indulnak idén természettudományos tanári szakok, a terület ugyanis nem vonzó a fiatalok számára, elsősorban az alacsony bérek miatt. 94 ezer diák örülhetett így a kihirdetett ponthatároknak másfél hete. Közülük 10.500-an választották a pedagógus képzést, bár számuk magasabb, mint tavaly, negatív rekord is dőlt, a természettudományos szakokra ugyanis alig jelentkeztek. Tanárszakra a legtöbb hallgatót az ELTE vette fel, matematika tanárnak azonban itt is csak 41-en, fizika tanárnak 12-en, kémia tanárnak mindössze 5-en jelentkeztek. Kémia tanárt más hazai egyetemen nem is képeznek majd az ősszel induló szemeszterben. Egyszer fizikából csak 4-es lettem, és ez annyira rosszul esett, hogy nem kémia tanár akartam lenni. Baja Tamás 30 éve tanít kémiát és matematikát, nem lepték meg a drámai adatok. Akinek van némi affinitása kémiához, az mondjuk megnézi, hogy mi vár rá, ha tanár lesz, akár fizetésben, akár most ugye a státusztörvénnyel kapcsolatos dolgokban, illetve megnézi, hogy mi vár rá, ha mondjuk vegyész lesz, vagy vegyészmérnök, és akkor azt gondolom, hogy sajnos nem nehéz a döntés, hogy melyiket fogja választani. A kormány a tanárhiány miatt már arra is lehetőséget adna, hogy 5 évig olyanok taníthassanak, akiknek nincs ez irányú végzettségük, de valamilyen természettudományos diplomával rendelkeznek. Látszik a kormánynak a kapkodó technikája is. A felvetés csak papíron megoldás, mondja Totyik Tamás. A szakszervezeti vezető felháborítónak tartja, hogy a jövő évi költségvetési törvény tanáronként bruttó 435 ezer forintos átlagbérrel számol. A PS elnöke szerint az ígért béremelésre nincs benne fedezet. Az alapfizetés, a minimál fizetésnek az összegét sem adták meg a költségvetési törvénybe a pályakezdőkben vagy a pedagógusoknak. Tehát ez akkora átverés, és ezt a pályakezdő fiatalok is érzik, és ezért nem jönnek a pályára. Az oktatáskutató szerint a fiatalok nem csak a bérek, de az alacsony megbecsültség miatt sem szívesen választják a pályát, a tanárhiány pedig már rövid távon is komoly hatással lehet az oktatás minőségére. Ennek olyan következményei lesznek, hogy mondjuk például földrajz tanárok fognak fizikát tanítani, vagy délután a gyerekekkel az óvodában nem óvodapedagógus lesz, hanem a dajka lesz velük, és hasonló következmények lesznek, ez pedig színvonal csökkenést fog eredményezni. A tanárok szerdán egyeztetnek újra az oktatásért felelős államtitkárral a köznevelési rendszer problémáiról. Irreális kérés az Amerikai Egyesült Államok részéről, hogy Magyarország adja ki 900 ezer határon túli magyar állampolgár adatait, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Állami Rádióban. Rétvári Bence szerint ugyanis ez a lépés a határon túli magyarokat hozná veszélyes helyzetbe, nekik jelentene kockázatot. Hozzátette, csak kis többlet adminisztrációt jelent, és Magyarország továbbra is fenntartja a párbeszédet. Eljár minden esetben, ha megkeresés érkezik, vagyis együttműködik amerikai szövetségesével. Vannak olyan országok, amelyek nem engedélyezik a kettős állampolgárságot, vannak olyan politikai időszakok, amikor kormányzatok kifejezetten hátrányba is részesítenék azokat, akik kettős állampolgárok. Tehát ha mi kiadnánk azoknak a magyaroknak az adatait, akik kettős állampolgárok a határon túli országokban, és ez az adott országnak a birtokába jutna ez a lista, akkor nyilvánvalóan nagyon komoly retorzióktól kellene tartania az ott élő magyaroknak.
70 hiperszónikus rakétával, robotrepülővel vagy drónnal indított támadást Oroszország Ukrajna ellen az elmúlt éjszaka. Az ukrán közlemény szerint ezekből 10 lövedék jutott át a légvédelmükön. Közben Ukrajna az orosz ellenőrzés alatt álló Donyecket lőtte. A helyi hatóságok azt állítják, hogy kazettás lőszert vetettek be a város ellen. Tűzoltók küzdenek a lángokkal egy ukrajnai gabonatárolónál, amelyet orosz rakéta találat ért az ország nyugati térségében. Július végén a közeli katonai repteret célozták az orosz erők. Kupjanszkban egy vérátömlesztési központot is eltaláltak, amit ukrán részről háborús bűnnek neveztek. A csatatéren Ukrajna visszavert orosz támadásokról számolt be Kupjanszk és Avdiivka felé, míg a moszkvai védelmi minisztérium az ukrán hadsereg donyecki és herszoni támadásainak visszaveréséről adott ki közleményt. Eközben az ukrán elnök beszélt a szaúd-arábiai csúcs találkozóról. Összesen 42 ország képviselteti magát ezen, több kontinensről, többféle politikai hozzáállással. Egyeztetnek majd arról a béketervről, amelyet Ukrajna javasolt, mondta Volodymyr Zelenszkij. Kijev 10 pontos béketerve teljes orosz kivonulást követel az ukrán területekről, valamint a Krím-félsziget visszaszolgáltatását Ukrajnának. Oroszország nem vesz részt a találkozón, azonban a Kreml azt közölte, hogy figyelik az egyeztetéseket. Fedezékbe próbál futni ez az operatőr, aki tűzoltók munkájáról forgatott felvételeket az orosz ellenőrzés alatt álló Donyeckben, amelyet ukrán támadás ért. A tűzoltók épp a Donyecki Egyetemen tomboló tüzet próbálták megfékezni. A vészhelyzeti miniszter elmondta, hogy az ukránok kazettás lőszerrel lövik a lakott területeket. Az egész tető lángokban áll. A Donyecki Gazdasági és Kereskedelmi Egyetem épületében az okozta a tüzet, hogy kazettás lőszereket vetettek be, mondta a Szakadár régió minisztere. Az egész éjszakán át tartó tűzoltás után reggelre már bejutottak a tűzoltók az egyetem épületébe, hogy felmérjék a súlyos károkat és megmentsék a még megmaradt értékeket és tankönyveket. Egyelőre nem tudni, hogy hány magyar szálláshely érintett abban az ügyben, ami már a világméretűvé nőtte ki magát. A Booking.com az egyik legnagyobb nemzetközi utazás szervező, ugyanis már több mint egy hónapja nem fizet a partnereinek. A késéseket a számlázási rendszer karbantartásával indokolják. Egy pécsi apartmanházakat üzemeltető tulajdonosnak a cég nagyjából 5 millió forinttal tartozik. Több tucatnyi fotó fogadja azokat, akik a Grey Suites apartmanházra keresnek rá a Booking oldalán. A szálláshelyet üzemeltető körülbelül 10 éve állnak kapcsolatban az utazásszervezővel. Ez azonban, mint világszerte meg annyi más szálláshelynek, a pécsinek sem fizet már több mint egy hónapja. Petzl András azt mondja, a foglalásaik csak nem fele a Bookingon keresztül érkezik. Egy ilyen hosszú távú 10 éves partneri viszonyban, ahol nagyon fontos a kiszámíthatóság és maga a bizalom, ez az, ami igazából elveszett. Nekünk ez a gondunk, úgyhogy mi is eddig a Booking fizetési rendszerét használtuk, ezek után mindenképpen ezt mi is újra fogjuk gondolni. A késedelem esetükben körülbelül 5 millió forint. Az ügy elsősorban azokat érinti, akik azzal bízták meg a Bookingot, hogy a foglalások teljes összegét előre szedje be a vendégektől. A Magyar Turisztikai Ügynökség pénteken kérdőívben kereste meg a szálláshelyeket azért, hogy összegyűjtse, hány hazai szállásadó lehet érintett. Nagy valószínűséggel azok az egyéni szállásadók, akik egy pár szobával rendelkeznek, akik a Bookinggal közvetlen kapcsolatban vannak, szerintünk ők lehetnek az érintettek. Azért ez körülbelül 40 ezer szálláshely, ami ilyen típusú, hogy abból pontosan mennyit érint erre, én szerintem senkinek nincs jelen pillanatban adata. Flash Tamás hozzátette, a károsultak jogi úton érvényesíthetik követelésüket. A Facebookon a portál károsultjai csoportot alakítottak, a közösségnek már több mint 430 tagja van. Közéjük tartozik Dányi Andrea is. A hölgy kálváriája tavaly decemberben kezdődött, amikor egy olyan szállást foglalt le Balin, amiről később kiderült, a valóságban nem is létezett. A tulajdonos, akitől ez kiderült, ő kinyomta a hívásomat és blokkolta a számomat, tőle nem számíthattam megoldásra vagy visszatérítésre. A Bookingnak írtam, a foglalásnál az oldalukon lehetett csetelni, ők azonnali segítséget ígértek, majd eltűntek. A Booking néhány héttel ezelőtt a számlázási rendszerének karbantartását jelentette be, bár ezt többen kétségbe vonják. A turisztikai szakújságíró szerint viszont nem kizárt, hogy valóban informatikai okok állnak a háttérben.
lehet látni, hogy tőzsdei cégről van szó, és az eredményei jók, hasznot, profitot realizálnak, tehát nem valószínű az, hogy mondjuk csődközeli állapotban lenne a booking.com, és azért nem fizetne, hanem véletlen más egyéb okai vannak ennek, akár ez, amit mondanak, akár más. A booking.com többször módosította a kifizetésekre tett ígéretét. A 24.hu szerint a szállásadói extranet rendszerben van olyan szállástulajdonos, akinek legutóbb szeptember 1-ére változtatta a portál a tartozás kiegyenlítésére tett ígéret dátumát. Vádat emelt az ügyészség egy pár ellen, akik két hetet akartak eltölteni egy nap áráért egy debreceni szállodában. A megérkezéskor a kötelező egy napot befizették, majd 12 nap múlva angolosan távoztak. Az élettársi viszonyban élő pár tagjai már eleve úgy indultak a debreceni szállodába, hogy nem fognak fizetni. Az ügyészség szerint a pár anyagi helyzete nem is tette volna lehetővé, hogy kifizessék a teljes számlát. Egy debreceni szálláshelyen foglaltak 12 éjszakára szobát, és a sértett által előre elkért 14 ezer forintot egy éjszaka árát kifizették, majd ezt követően 12 napon át igénybe vették a hotel szolgáltatásait, majd az időtartam lejárta után onnan fizetés nélkül távoztak. Ennek a hajdúszoboszlói szállodának a tulajdonosa azt mondta, náluk készülnek az ilyen csalásokra, ezért már az érkezéskor az egész összeget ki kell fizetni. Nálunk is volt, amikor kinyitottunk a szállodába, akkor nálunk is volt, hogy a recepciósok nem figyeltek oda, és így több napon keresztül itt tudott maradni vendég, aztán én szúrtam ki, mert a ruházata egy picit olyan vékony volt, és észrevettem, hogy nem igazán ideillő vendégek. Aztán utána úgy is lett, úgyhogy hát nem lett belőle pénz. A vendégek jó része meg sem lepődik azon, hogy előre kérik sok helyen a szállások díját. Hát hihetetlen, meg megbotránkoztam, de egyébként ezerféleképpen le vagyunk regisztrálva, tehát megoldhatatlan, meg semmi értelme az egésznek. A csaló páros megpróbált eltűnni, elérhetetlenné váltak, de a rendőrök megtalálták őket. 60 ezer forintot megtérítettek a hiányzó 154 ezer forintból. A férfi ellen elzárást, a nőnél próbára bocsátást javasolnak az ügyészek. Meghalt egy versenyző a Veszprém Rallin. Az első gyorsasági szakaszon a Nemes Csaba, Nemes Rihárd kettős autója fának csapódott. A pilóta, a 47 éves Nemes Csaba a helyszínen életét vesztette. A navigátort további kivizsgálásra kórházba vitték. A tragikus esemény miatt a versenyt a rendezők lefújták. Több mint 60 állattal neveztek be az évente megrendezett vízibivaj versenyre Tájföld délkeleti Csomburi térségében. Az 1800-as évekre visszamenő hagyományban a versenyzők 200 méteres távolságot tesznek meg az állataikkal. Egyben a vízibivaj verseny jelzi a rizstermesztési időszak kezdetét az ázsiai országban. Maradjanak velünk a híradó után is, mert néhány perc múlva kezdődik a start, a témákat és a vendégeket már is mondja Somos András. Szervusz András! Jó reggelt kívánok! Szerintem én a műsorvezető társamat nem fogom így hajtani, Anna, ahogy ezt láttuk, de minden esetre itt lesz Komáromi Zoltán országgyűlési képviselő, egészségügyi árnyékminiszter, demokratikus koalíció képviseletében. Azt mondja a párt, hogy 1 millió olyan ember van ma Magyarországon, akinek nem jut házi orvos, és szóba kerül minden esetre az a belügyi államtitkári mondat is, mi szerint nincs gond a védőnői hálózatnál, mert 42-en ugyan felmondtak, de 25-en jöttek, úgyhogy a szokásos fluktuáció az 7-11%, és ez az 1%-os, hát mondjuk azt, hogy létszámvesztés, ugye nagyjából 4089-en vannak a rendszerben, és 4109-en voltak, vagy valami hasonló. Szóval, hogy ilyenek az arányok, és azt mondja egy informátor a Népszavának, hogy hetekig nem volt meleg víz a Szent János kórház egyik épületében, és arról is beszélünk, vagy hát minden bizonnyal szóba hozzuk, hogy most több forrásból is úgy látszik, hogy van egy várólista, amelyen ugye fönn, ezt már régóta pedzegetik a hírportálok, hogy van egy hivatalos várólista, és van egy olyan várólista, amely a várólista várólistája. Szóval, hogy több érdekes egészségügyi témát elemzünk Komáromi Zoltánnal, és akkor gyorsan túlesek a saját témámon,
mert akkor Emiliának több idő jut a következőkben. Szóval, hogy itt lesz egy G7 oknyomozó portálos újságíró, Bucski Péter, és Meleg János vasutas szakszervezeti elnökkel a Szemtől Szembe rovatban azt fogjuk megbeszélni, amit önök nyilván tapasztalnak, hogy azért a MÁV szolgáltatásai nagyon-nagyon-nagyon nehezen tartják a színvonalat, jelentősen előregednek a vasúti mozdonyok, és a szerelvények is, hát mondjuk azt, hogy nem a kellő ütemben modernizálódnak. Európa legkésősebb vállalata lett a MÁV, úgyhogy erről fogunk beszélgetni a Szemtől Szembe rovatban. Nagyon közszolgálati lesz a műsor, szerintem élvezni fogják. Köszönöm szépen, András. Most tehát jön a start, én pedig 7-kor várom Önöket a friss hírekkel. Addig is köszönöm a figyelmüket, legyen szép reggelük, viszontlátásra!